Jaroszláv Dítl. Második rész. Február. Jirzsina a zöldséges lány. Bocsánat. Jirzsinka, elfogyott a hagyma. Hozom. Mitől van itt ilyen mocsok? Csupa sár minden. Most hozták meg a burgonyát. Igen, és itt akarod elültetni? Tessék azonnal kisöpörni. Jirzsinka, grapefruitot hoztak nektek. Jirzsinka, mi van már azzal a hagymával? Meghozták a grapefruitot. Intézzük csak el a hagymát. Oszkár meg várhat. Ebből elegem volt. Ne kerülj többet a szemem elé. Mit csináljuk, ha előbb nem jöhettem? Csak hogy engem nem azért fizetnek, hogy nyápic dadogósok helyett dolgozzak, világos? Kisasszony, ne sírjon. Nézze csak, félretettem magának egy almát. Egyáltalán nem bírom, ha ilyen szép fiatal lányok sírnak. Köszönöm. És majd holnap is hozok egy almát. És holnap után is egyet. És majd azután is. Addig, amíg nem mosolyog. Akkor várni fog holnap. Van valami újság? Semmi különös. Fogtunk egy torvajt. Konzervdoboz a ruhaújban. Szonya vette észre, de félt megmotozni. Jó napot, jó napot. Jó napot, Olina. Jó napot, de jó, hogy itt van. Jó napot kívánok. Jó napot. Szervusz, Jirzsinka. Jó napot. Ilyen gyönyörű almát hoztak ma nekünk? Nem, de hogy hoztak? Aha. Biztos ajándékba kaptad. Szabad tudnom, kitől van? Az egyik sofőr adta ajándékba. Radeknek hívják. Holnap megmutatod, melyik, jó? Olyan magas. Csinos fiú. Jézsinka, vigyázz a csinos fiúkkal. Mit tetszik gondolni? Mondja csak. Majd, ha észreveszi, nem fogja magát, nem fogja meggondolni. Miről van szó? Hogy dadogok. Jézsinka. Senki sem tökéletes, valami szépséghibája mindenkinek van. Az egyik túl sovány, a másik meg túl kövér, a harmadik olyan, mint én, túl nagy a hátsója. A negyedik dadog egy kicsit úgy, mint te. Ha annak a fiúnak igazán tetszel, nem fogja észrevenni. Igen, de engem a fiúk, minden fiú kinevetett. Na és? Gondolod, hogy engem nem? Végezd csak nyugodtan a munkádat, és öltözködj csinosan. Keresd magadnak egy jó frizurát, ami előnyös neked. És majd meglátod, hogy tetszeni fogsz. Lehet, hogy holnap már egy dinnyét hoz. Februárban. Ilyenkor nincs még dinnye. Na és aztán ilyen szép alma sincsen, mégis hozott neked. Ebben igaza van. Na látod.
Várjon egy kicsit. Tessék. Kóstolja meg előbb maga. Csak nem eszem meg a szerelmi ajándékodat. De ha én kérem rá. Te bolondos. Nagyon finom. Köszönöm. Na, hát nagyon el van állva, vizsgázik. Andulka, hadd mutassam be, engedje meg, ez az én fiam. Nagyon örülök. Jó napot. A mi családunkban mindenki Szatócs volt, ő az első, aki abba hagyta. Szervusz, te édes. Na, Olinka. A déd nagyapám vette egy szatócsboltot, és azóta se tudunk kimászni, de ő már tanul. És mit tanul? Orvosnak készül. Sok sikert. Köszönöm. 4 évet már elvégzett, a többi megy magától. De inkább attól, hogy én csinálom. Kapsz is, ha nem csinálod. Kislányok, nincs itt semmi dolgotok, ne szemezzetek a fiammal. Ő nem hozzátok való. Vend a te gyere. Rá nem mer nézni a lányokra, mert 30 éves korodig se végzel. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Mit gondol, elég lesz, ha 200 szendvicset rendelek péntekre? Biztosan. Pardon. De tudja, hogy kezdődik a szünidő. Pénteken még nem, még hétfőn is mennek a gyerekek iskolába. Igaza van, akkor 200 szendvicset fogok rendelni. Köszönöm. Kérem. Ha akarnám, elvenne, amikor eszembe jut. Jobb, ha még nem jut eszedbe. Az igaz, orvost is találhatnék, csak úgy ragadnak rám. Parancsoljon. Képzelje, mi volt a múlt héten. Betömettem a fogam, és mikor kész lett, a doki bezárta a rendelőt, és rohant utánam egészen a metróig. Történt valami délelőtt? Semmi érdekes. Csak salátát hoztak. Közben még a régit sem tudtuk eladni. Elmertek kivasalni a szoknyámat? Nem félsz a főnöktől? Ha jól nekivetkőzöm, akkor úgyse jön be az öltözőbe. És utána? Utána már gyorsan elhúzom a csíkot. Viszontlátásra, asszonyom. Jó napot. Jó napot. Hogy ma ilyen korán? Hazahoztam egy csomó munkát. Óhajt valamit vásárolni? Valami vacsorára való. Hol a saláta jó lesz? Az jó, igen. Mennyi legyen? Hát mondjuk 30 deka. Nem akarom róla lebeszélni, de nem lesz az túl sok egy kicsit. Nem. Ma kettel leszünk, jön egy kollégám is. Aha, akkor kell annyi. És még? Más nem kérek. Semmi egyebet? Nem, semmi egyebet. Nem lesz nagy vacsora, csak épp ha véletlenül megéheznek. És ha véletlenül megszomjazna, mit szólna egy üveg borhoz? Épp most hozták, hárslevelű. Nem, köszönöm. Nem. Talán inkább kávét, igen. Igen. Hát akkor én. Viszontlátásra is. Egy szelet sajtot nem kér? Na, jó, vágjon egy szeletet. Vagy adjak inkább kocka sajtot? Az még jobb lesz. Viszontlátásra, jó étvágyat. Viszontlátásra. Parancsol valamit? Viszontlátásra. Viszontlátásra. Szívesen megismerném jobban ezt a pasast. Miért? Nekem mindenki számára van egy jó kis katujám, de ez a pasas mindegyikből kilóg. Csak egyet tudok róla, hogy nem nős ember. Honnan tudod? Nem tudom, hogy honnan tudom, de látszik rajta. Tehát akkor nem tudod. Fogadjunk. És honnan fogjuk megtudni? Megkérdezem tőle. Ne bolondozz, Olina. Egyszer már a végére akarok ennek járni. Végére járni? Mint ha valami titokzatos függöny lenne körülötte. Bocsánat, hát most a végére járok. Hogy gondolod, mit akarsz csinálni? Randevút adok neki. Olina, ne vidd túlzásba. Nézen oda, autója van neki. Elvitetem magam a viszontlátásra. Olina, várjál, ne bolondulj meg. Holnap majd beszámolok róla, hogy mit láttam a függöny mögött. Ennek az Olinának gyönyörű ruhái vannak. Ez a pulóver is olyan szép. Igen, van neki. Olina egyedüli gyerek. Az apját majd fölveti a pénz, villájuk van. Miért ne vennem meg magának egy 400 koronás pulóvert? Ennyi pénzzel neked legalább kettőt kell venned, de inkább hármat. De most én is veszek egy ilyet. Ilyen szép. Legyen olyan kedves, fél kiló túrót kérek, de szeretném, ha nem lenne több. Nem lesz több. Milyen legyen? Zsíros vagy sovány? Nem tudom, két különféle van? Háromféle. Kétféle zsíros és egy sovány. Hát, ezt nem is tudom. Hazamegyek, megkérdezem. Ha tudja, mit akar főzni a felesége, majd én megmondom. Nem. Köszönöm. Egy perc múlva itt vagyok. Megint itt vagyok. Ilyen közel tetszik lakni? Nem, hanem közben eszembe jutott. Túrós gombócot akar csinálni. És a tésztába is tesz túrót. Milyen túró kell hozzá? A tésztához zsíros, a töltelékhez meg sovány.
Ajajaj, akkor most megint ott vagyok, ahol voltam. De ha szeretik, a zsíros jó lesz a töltelékhez is, nem? Igaza van, adjon zsírosat, és majd azt mondom, hogy nem volt más. Úgy jó lesz. Nem fog érte megharagudni. Az a lényeg, hogy ne tessék kétszer járni. Nem tudok többet adni, én se jövök. És nem tudod, hogy kitől tudnék még kérni? Oszkárka, adj kölcsön Jerzsinának egy kilót. Én hitelbe semmit se adok. Az mindig veszekedés szül. Előbb elveszíted az árut, aztán a vevődet is. Tudtam én, hogy nem ad. Ő nem szokott. Na itt van, kislány. Csak hogy lásd, Oszkárnak aranyszíve van. Jaj! Vagyenka! Megkocsikáztatlak a Dézsa tetején. Indulunk! Szevasz! Vigyázzat az útból, száguldok, előzök! Mi az? Megbolondultatok, vagy mi bajotok van? Nem bírnak megint az energiájukkal. Fiatalság, bolondság! Én itt tovább nem maradok. Figyeljen csak, Kubánková néni, egy kilót nem tud-e nekem kölcsön adni? Egy kiló micsodát? Úgy gondoltam, egy százast. Ja, hogy pénzt akarsz? Hogy lehet az, hogy egy fiatal, egyedülálló lánynak nincs elég pénze? Szeretnék magamnak venni egy pulóvert. Szóval flancra kell. Rosszabbat nem is csinálhatnék, mint hogy erre pénzt adjak. Miért? Azért, mert a mai lányok másra se tudnak gondolni. Örökké cicomázzák magukat. Amikor én ennyi idős voltam, azt a szvettert hordtam, amit az öregek levetettek. És örültem, hogy még az is volt. Most meg olyanokat vesznek a drága pénzre, hogy tiszta messzelen a hátuk. Miért nincs senki az üveg visszaváltóban? Az üvegek szalaszéjjel, az emberek meg sorra állnak. De hogy a Jirzinga nincs a zöldségesnél, azt nem látja. Csak az öreg asszonyon tölti ki a dühét. Én itt tovább nem maradok. Mennyi pénzre van még szükséged? 200 koronára. Annyit nem tudok adni, de egy százas nélkülözhetek. Köszönöm. Maga jó hozzám. Semmiség. Egyszer én is végigjártam egész Prágát, hogy megvehessem a legszebb pulóvert, mielőtt randevúztam egy bizonyos úrral. Igen, és hogy sikerült a randevú? Rosszul, összeházasodtunk. Jó estét, hazafelé a munkából? Igen, igen, jó estét. Én még csak most kezdek, és két nap múlva jövök haza. Jó kis munka, igaz? Hát akkor jöjjön hozzánk, nálunk szükség van emberekre. Majd még gondolkodom rajta, viszontlátásra. Szervusz, anya! Szervusz, Andorka! Szervusz! Szervusz! Jaj, de fáradnak látszol megint. Nem is vagyok fáradt, most nincsen semmi hajsza. Na, mit szólsz? Mihez? Hogy milyen jól berendezkedtünk. Én már megmondtam, mit gondolok. Ott kellett volna maradnotok a régi lakásban. Véletlenül az gyönyörű, értékes lakás volt. Jaj, ne kezd már megint. Boldog vagyok, hogy végre elkerültem onnan. Nálatok mi újság a poliklinikán? Ilyenkor? Februárban? Semmi jó. Hideg van, és ilyenkor mi jut mindenkinek eszébe, hogy megbetegedjen. Anyu, hoztál nekem valamit? Szervusz, Petya. Szervusz, anya. Neked nem is elég, hogy anyát hozom? De elég. Csak lehet, hogy hoztál valamit, és akkor még jobb. Na, nézzük. Zselés csokoládé. Majd vacsora után? De hát én már vacsora után vagyok. Hogy? Úgy, hogy a nagymama hozott töltött húst, és nagyon finom. Igen, véletlenül megmaradt, és gondoltam, hogy elhozom. Természetesen. Egy személyes háztartásod van, és megmarad véletlenül egy csomó töltött húsod. Hát persze, tegnapról megmaradt. Melegítek neked is, jó? Tudom, hogy mivel gyötröd magad folyton, hogy ezeknek a szegény, szerencsétlen gyerekeknek egész héten nem főzök egy tálalékot. Hát, beszélj csak! Mihala nem jött még haza? De, csak nem hajlandó kijönni a szobájából. Mi az, hogy nem hajlandó kijönni? Összeveszett a nagymamával. Miért vesztek össze? Azt nem tudom, én nem figyeltem oda. De azért egy icipicikét mégiscsak odafigyeltél, nem? A papa miatt vesztek össze. Szervusz! Szervusz! Na mi az? Fáj a fejed? Nem fáj a fejem. És éhes nem vagy? Azt a töltött húst nem fogom megenni. Ugyan mit ártott neked az a szegény ártatlan töltött hús? Csak azt akartam ezzel mondani, hogy amíg a nagymama itt van nálunk, addig nem vagyok hajlandó kimenni ebből a szobából. Te jó ég, mit csinált a nagymama? Azt tőle kérdezd meg. Már ne haragudj, de ez mindennek a teteje. Hogy nekem nem szabad megmondanom a véleményemet egy ilyen emberről, aki elhagyott téged, meg a családját.
Ha jól értem a történteket, te mondtál valamit Irkáról, Mihála viszont nem értett ezzel egyet. Nem értett vele egyet? Ez nem a megfelelő szó. Mondjuk úgy, hogy nekem esett, hogy milyen jogon rágalmazom az apját. Mit mondtál tulajdonképpen? Mit? Hát mit? Mit mondtam volna? Mihála már egyáltalán nem kisgyerek. Valakitől meg kell tudni az igazságot. Milyen igazságot? Hogy miféle ember az apja? És ha nem teszed meg te, akkor meg kell tennie valaki másnak. Nézd, anya, én elváltam Irkától, de ez nem jelenti azt, hogy a gyerekeknek is el kell válni tőle. Hogy nem kell elválni? Véglegesen elveszítette őket. Ugyan, de hogy ha most nem rontja el a dolgát, nem változik meg köztük semmi. Tudom én, hogy miért mondod ezt. Mit mondasz? Hogy tudom én jól, miért mondod ezt. Miért? Azért beszélsz így, mert még mindig rá gondolsz. Most miért hallgatsz? Gondolkozom azon, amit mondtál. És igazam van, ugye? Nem, azt hiszem, nincs igazad. Nem felejtettem el. De már nem várom, és nem is szeretném, ha visszajönne. És hogy bünteted meg Mihálát? Én inkább békén hagyom. Mm-hmm. De remélem azért bocsánatot kér, vagy nem? Anya, nagyon kérlek, hagyjuk most a gyerekeket. Hogy őszinte legyek, nekem tetszik, hogy megvédi az apját. Jaj, édes lányom, hogyha neked ez tetszik, akkor az egészen más. Akkor én mehetek innen. Anyukám, az ég áldjon meg, legyél egy kicsit nagyvonalú. Legyek olyan nagyvonalú, mint te, ugye? Hagyd itt a lábosokat, majd én elmosom és hazaviszem. Nem kell, nem szükséges. El tudom mosni magam is. Jó? Isten áldjon. Szervusz, anya. Nagymama, legközelebb megint töltött húst hozzá. Méltóztas kifáradni a vacsorához, a nagymama elment. De figyelmeztetlek, hogy azt a töltött húst akkor sem eszem meg. És egy pár nyakleves, nem kívánsz? Csak igyekezz. Keres valakit? Jirzsina, mint szexbomba. Én levegő után kapkodok. Micsoda dolog ez így ide tolakodni? Jóságos ég! Hogy nézel ki? Mi a csuda történt veled? Hogy néznék ki? Csak normálisan. Így akarod mérni a krumplit meg a zöldséget? Miért ne? Na, ezt megnézem. Jirzsina! Narancsot hoztak meg, banánt! Gyere gyorsan! Rögtön! Rohanok! Megyek! Már is repülök! Még valami hiányzik. Két narancs fülbevalónak. Azt ígérte, maga azt ígérte, hogy nekem hoz. Ma. Parancsoljon. Mondja, kisasszony, megrendelhetnék önöknél 30 darab szendvicset? Hogy nem megrendelheti. De nekem csak pénteken kell. Jó, de el kell vinni 10 óráig, mert aztán nem lesz időnk eladni. Érte jövök, egészen biztosan érte jövök. Jól van. De csak 12-kor. 12-kor? Az kizárt dolog. De hogyha én garantálom, hogy egészen biztosan érte jövök. Ismerem ezt, asszonyom, aztán magam ehetem meg a szendvicset. Én ide járok ebbe az üzletbe, amióta csak megnyílt. És akkor ennyi bizalmat nem érdemlek meg maguk. Én nem ismerem önt, asszonyom. Pedig egy ilyen arcot nem lehet elfelejteni. Én ismerem ezt a hölgyet. Tessék jönni 12-ig. Köszönöm szépen, pontosan itt leszek. Köszönöm még egyszer, viszontlátásra. Viszontlátásra. Tényleg ismeri ezt a nőt? Soha életemben nem láttam, de talán 30 szendvicset akkor is el tudunk adni, ha nem jön érte. Az ilyen kellemetlenségeket én minden esetre elkerülöm. Úgy látom, rossz hangulatban vagy. Mi az oka? A rendezvút talán a tegnapi vevőnkkel nem telt elég kellemesen. Az?
Na hát, az rettenetes volt. Összevesztél vele? Ez olyan ember, akivel még veszekedni se lehet. Hogyhogy? Nincs mind veszekedni vele. A veszekedésre én tudok találni mindig elég okot. Látja, ez így van, én is. Csak hogy ő más. Vele még beszélni sincs miről. Mert hogy őt semmi sem érdekli. Őt nem érdekli, hogy mik a legújabb számok. Őt nem érdekli, hogy mi a divat. Őt nem érdekli, hogy mit játszanak a mozikban. Az se érdekli, hogy mit kapni az üzletben. Tessék parancsolni. Legyen szíves, adjon nekem húzdek a párizsit. Képzelje el, nem tudja, mi az a safari. Mesélt valamit az afrikai oroszlán vadászatról, és most jön a legjobb. Figyeljen, mert most jön a bomba. Hogy ő oroszlán vadász volt. Maga képes ezt elhinni róla? De és a végén mi lett? Semmi se lett. Egy fél óra múlva föladtam, mert tönkretett az a gondolat, hogy egy ilyen emberrel kell eltöltenem az estét. De a véleményemet azért megmondtam neki. Mit mondtál? Hát, hogy nem egy beszédes ember. És erre ő? Hát elismerte. A végén aztán teljesen összeomlott. De amikor összetévesztette a beatet a jazzzel, akkor már nem bírtam tovább. Mit nevet ezen, hogy milyen faragatlan? Dehogy. Egy pillanatig még maradj itt. De remélem maga nem olyan, hogy összekeveri a beatet a jazzzel. Összekeverem. Akkor minek is mesélem magának? Jezsinka, pityeregsz? Nem pityergek. Mi történt vele? Mi történt? Volt már itt Radek? Volt. És aztán? Kiröhögött, mert dadogtam. Nem is hiszem el. De igen. Nevetett rajtad? Mondtam, hogy eddig még minden fiú kinevetett. És ki is fognak nevetni. Soha nem megyek férjhez. Tudod mit? Elmegyünk orvoshoz és meggyógyít. De ezt nem lehet. Megpróbáltál már? Soha. De itt tudom. Nem tudsz te semmit, majd meglátod, hogy elmulasztják. Ez úgy sem múlik el. Meg akarsz szabadulni a bajodtól, vagy nem? Na. Elmegyünk orvoshoz ma este. Poliklinika. Szervusz, anya, én vagyok az Anna. Szeretnék kérni valamit. Szervusz. Egy jó orvos kéne sürgősen, beszédhibáról van szó. Csak nincs a gyerekeknek beszédhibájuk újabban. Eddig még sosem vettem észre. A gyerekeknek nincs, egy lánynak van itt nálunk, de még ma kéne. Nincs elég gondod a tieiddel, ugye? Akkor megteszed, hogy keresel valakit? Na várjál, ne tedd le, mindjárt felszólok az orvosokhoz. Jó, várok. Mondunk, ha magának telefonon kell partnert szerezni. Miért? Telefonon csak partnert szoktak keresni? Nem tudja, csak olyan vénségek nem, mint én. Mi már csak szolgálati okból használjuk a telefont. Este 8 órától fogadnak titeket. Aranyos vagy. Aranyos vagyok? Én? Talán nem tudod, hogy kivel beszélsz. Tudom, ehhez tartom magam. Szervusz. El van intézve, Jezsinka. Este 8 órától várnak bennünket. A klinikám? De akkor már nem tudok hazamenni. Eljössz hozzánk és megvacsorázol, jó? Tedd le szépen a kabátod. Mihala, keres egy pulóvert Jezsinkának. Jó. Ez a lány így szokott munkába járni. Dehogy is így szokott. Akkor mit van most így? Mindenáron tetszeni akart az egyik szállítónak. És tetszett? Nem tetszett. Nem tudom megérteni, amikor a lányok maskarát csinálnak magukból a fiúk miatt. Én erre nem lennék képes. Kívánom, hogy ne is legyél soha képes. Én? Biztos nem. Nézd csak, ezt próbáld föl. Köszönöm.
Ezt meg most azonnal kidobom. Eszedbe ne jusson ilyen butaság, majd szépen eladjuk. Már azt is tudom kinek. Gyorsan megvacsorázunk mindannyian, aztán szaladunk az orvoshoz. Azt gondolja, hogy van valami értelme oda menni? Egy pillanatig se kételkedj. Agyon is csapom azt az orvost, ha nem gyógyít meg. Ha tőlem sem ijed meg, elküldjük Petyát. Majd ő a dugós puskájával jó ráijeszt. Nem akarom elkeseríteni, de nagyon kevés a remény. Talán, de hangsúlyozom, hogy talán hosszú évek munkájával. És esetleg... Én azt hittem, hogy ez gyógyítható. Az orvosok munkájáról az embereknek sokszor túl optimista elképzeléseik vannak. Miért nem kezdték gyerekkorban kezelni? Ma már sokkal előbbre tartanánk. Akkor mit tehetnénk? Ne áltassák magukat hiú reményekkel. A maga leánya? Rokona? Nem. Mindegy. Ettől úgy sem függ semmi. Valahogy készítse föl. Köszönöm, doktor úr. Hát akkor mehetünk is. Mit mondott? Hogy feltétlenül kezelni kell. Na de lehet kezelni? Természetesen mindent lehet kezelni. De tudnod kell, hogy hosszú ideig eltarthat. Mennyi ideig? Azt nem tudom, még az orvos sem tudja. Minden esetre én nagy hibát követtem el. Azzal, hogy azt mondtam, hogy gyorsan fog menni. És most mit csináljuk? Ugyanezt a kérdést tettem föl én is egy évvel ezelőtt. Újra és újra, hogy mit csináljak most. Az biztos, hogy nekem könnyebb volt a dolgom. Gyerekeim vannak, gondoskodnom kellett róluk. Könnyebb? Nehezebb, nem? Nem, dehogy. Majd meglátod magad is, ha ide jutsz, ha már ilyen gondjaid lesznek. Úgy szeretném én is, ha lennének gyerekeim. Épp jó lesz. Érdekes, hogy sose láttam nem az üzletben. Nagyon nem láttad? Mert csak egy pár darab jött, és azonnal eladták. Olaszországból? Nagyon csinos, igazán. Franciaországból. Havajból. Ne butáskodj, a legelegánsabb pulóverek mindig Franciaországból. Hogy lehet, hogy maga megvette? Én nem vettem volna meg. A lányomnak vették. Egy ismerősen vette a kislányomnak azzal, hogy biztosan jó lesz neki. De nem lett jó. Ez nem mindenkinek áll. Jézsika fölpróbálta, de neki sem világos. Állt. Csak álljál benne szépen egyenesen. Nehogy összepiszkolt hátul. Ne félj, vigyázok. Jézsinának ehhez nincsenek meg az alapvető feltételei. Biztos. De el ne felejtsd, hogy legyen nálad mindig fésű vagy gerilyom. Ne butáskodj. Cigányos. 350 koronába kerül, nem túl sok érte? Nem, majd az öregek adnak hozzá. Ha azt akarják, hogy szép legyen a lányuk, az bizony belekerül valamibe. Á, na látjátok! Én is mindig ezt magyarázom nekik. Meg vagy elégedve velem? Köszönöm. Olyan kedves hozzám. Az lehet, de te nagyon szomorúnak látszol. Tessék várni! Köszönöm. Mennyi idő van még hátra? Még 2 egész hónap, de biztos vagyok benne, hogy futballista lesz, mert örökké rúgdos. Én is olyan boldog lennék, ha lenne már... gyerekem. Erre még ráérsz, tengernyi időd van, és arra vigyázz, hogy fiúk előtt ne beszélj róla. Na szalagyáróért. 3:45. Szerencséje van. Parancsoljon. Hát ez a nő teljesen budjant. Asszonyom! Fizet? Jó napot! Nem tetszett valamit nálunk felejteni? Én? Vagy visszajön még a szendvicsekért? Nem viszem el. Hogy? Nincs rá szükségem, nem viszem el. De hiszen meg tetszett rendelni. Csak hogy azóta minden megváltozott, ennél fogva nem viszem el. És ez csak így mondja? Miért? Hogy kéne mondanom? Még arra is sajnálta a fáradtságot, hogy legalább egy mukkot szóljon. De hiszen világosan megbeszéltük, hogy ha nem jövök 3:45-ig, akkor eladhatják. Én 10 órát mondtam, drága asszonyom, 10 órát. 12-re a kolléganőmet úgy beszélte rá. A magam részéről soha nem engedtem volna én meg. Én szerettem máskor is, hogy udvariasságban maga nem tűnik ki. Azt mondja, hogy én udvariasságban nem tűnök ki? Egy ilyen vén szipirtyóval szemben túl udvarias vagyok.
Mit merészelt mondani? Azt mondtam, ami a véleményem, és ha akarja, még írásba is adhatom. Hozzák ide nekem az üzletvezetőt! Parancsoljon! Mi történik itt? Ide! Parancsoljon, asszonyom! Ha ez a taknyos nem kér bocsánatot tőlem, csúnyán megjárja. Milyen taknyosról van szó? Tessék nyugodtan elmesélni. Hogy mesélgessek, hogy nyugodt legyek? Tudja, mit mondott nekem ez a csitri? Nem tudom, kérem, hátul volt. Hogy szipirtyó vagyok! Na várjunk egy szóra! Ez az igen kedves hölgy 30 darab szendvicsel hagyott minket a vízben. A hölgy 30 szendvicset rendelt, nem? Ne beszéljünk a szendvicsről! Mi lesz a szipirtyóval? Gyere, nem megyünk semmire. Szép sorjában mondja el, mi történt. Ön megrendelt 30 szendvicset, igaz? Igaz. És nem akarta elvinni. Persze, hogy nem akartam elvinni. Nem vásárolok olyan boltban, ahol sértegetnek. De előbb ő mondta, hogy nem viszi el a szendvicset, és csak aztán mondtam én, hogy szipirtyó. Szóval mégis elismeri. Mindenki hallotta. Bocsásson meg, meg tudnál mondani, hogy miért nem viszi el a szendvicset? Hogyha egyszer megrendelte a hölgy, akkor vigye is el, úgy illik. Eszemben sincs elvinni. Hát ilyet én még az életemben nem is hallottam. Világosan megmondtam, hogy 12-ig tartsák. Ott van az eladó, vele beszéltük meg, ugye megbeszéltük? Igen, való igaz, a hölgy megrendelte a szendvicset, és el is viheti. Elviheti, nálam rendelte meg. Látom, hogy itt mindenki ellenem van. Úgy látszik, ezek összebeszéltek. Kutya legyek, ha ide még egyszer beteszem a lábam. Ez esetben a szerencse drága, hogy mindent fog érni. Én nem tudom, hogy mit képzelsz te. Mit gondolsz, mi a dolgod itt? Hogy magadra szed ezt a sokszínes rongyot, hol ilyen kendőt, hol olyan sálat, Cheyenne Blues-t és egyebeket, mint egy papagáj. Tessék, nem! Vedd már észre a lényeget, hogy mi vagyunk a vevőkért, és nem fordítva. Remélem, hogy megértetted. Amint beállunk a pult mögé, mindent el kell tűrnünk. Figyelj arra, amit mondok. Gondolj arra, hogy ez az asszony is ember. Bármi történhetett vele, például megsértette a főnöke. Vagy valami még rosszabb történt, elhagyta a férje. Összeveszett a lányával. És mit gondolsz, ki lesz az első, akin kitölti a mérgét? Te vagy egy másik eladó? Na persze tudom, hogy ugyanakkor veled is megtörténhetnek ezek a dolgok. Összeveszel a fiúddal, meg a mamáddal. Igen, csak hogy neked akkor hallgatni kell. Ha nem vagy képes uralkodni magadon, akkor nincs jogod a pult mögé állni. De hát, mit csináljak egy ilyennel? Vedd aki arrogánsan rám támad. Ha nem is lenne a világom. De akkor a vevő mindent megengedhet magának. Azt én nem mondtam, ellenkezőleg. Nincs rá szükséged, hogy meghunyászkodjál, vagy szervilis legyél. Önérzeted lehet. Alkalmazott vagy egy becsületes üzletben, megértetted? A vevőnek értésére kell adnod, hogy az üzlet mindkettőtöké. Neki az az érdek, hogy vásároljon nekünk, meg az, hogy eladjunk. Nem sértheted meg a vevőt, nem engedheted meg magadnak. Na, érted, hogy mit mondok? Igen. Ha érted, akkor szaladj a pulthoz és gondolkodj. Használd egy kicsit a kovakod. Mit csináltok? Jaj, tessék jönni, gyorsan! Baj van Januskovával. Mi történt vele? Rosszul lett, de nagyon. A mindenségét, ilyen hamar, csak tavaszra várta, nem? A fene se ismeri itt ki magát. Erre jöjjön, ott van. Felrakom a kiskocsira és kiviszem a levegőre. De nagy hólyag vagy, úgy bánnál vele, mint egy láda herringgel. Mi történt veled, kismama, mit csináltál? Ezt igazán nem vártam, hogy így vízbe hagysz bennünket. Na, ugyan többet nem teszek. Fölhívtam a mentőket, de azt mondták, hogy mi vigyük be valahogy, mert ők nem tudnak kijönni. Nem tudom, mit csináljak, itt hívjak a... Van egy ismerősöm, autóversenyző, ide hívom. Na, hiszen szegény még útközben megszűnne, majd elviszem én magam. Van ilyesmivel gyakorlatom nekem. Istenem, vigyázzon! Nem kellene, hogy bezárjunk? Betegség miatt. Eszetekben ne jusson a boltos, amíg él, nem zár be. Az emberek enni akarnak, és ami szent kötelességünk, adni nekik, na menjetek. És különben is muszáj a tervet teljesítenünk. Na, gyerünk. Oszkár, legyen szíves, hozzon ki ementálit. Mit kapok érte? Nem szégyeli magát, hogy ki akar használni egy szegény asszonyt. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Vásárolhatnék itt valamit? Persze, hogy vásárolhat. De csak ha nem tartom föl nagyon. Hiszen azért vagyunk itt. Mit szeretne venni? Hát valamit szeretnék szombatra meg vasárnapra, de amivel nem lenne sok munkám. Vegyen egy csomó kész szendvicset. Na, az jó lesz. Mennyit vegyek belőle? Mondjuk 30-at. Jól van. De be tudnál valahogy csomagolni, mert én megint... Természetes, hogy becsomagolom. De 30 az túl sok lesz. Csak nem fog két napon keresztül reggeltől estig szendvicset enni. Miért ne? Mert kell valami meleget is enni. Hát főzök majd hozzá teját is. Teja az, nem étel, uram. Én nagyon szeretem a szendvicset. Becsomagolok, 10-et annyi pont elég lesz. Aztán majd elmegy valahova ebédelni. Maga nagyon erélyes. Mindig ilyen határozottan dönt másokról? Mindig. És magáról is? Az már nem megy olyan jól. És holnap délben majd gondolok magára, hogy szót fogadott-e. Na, kartásnő, én most már rohanok. Jó napot!
A viszontlátásra? Viszontlátásra. Nem mondott valamit a kolléganője? De igen, mintha valamit mesélt volna. Na látja. Hát ilyen vagyok. Mindig ez van. Kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Miről tudtak ilyen sokáig beszélni? Olyan sokáig beszélgettünk, nem vettem észre. Elképesztően. Én egy fél percig se tudtam vele miről beszélni. Ilyen emberrel pedig órákig lehet társalogni. Hogy? Hol van már Oszkár az ementálival? Andrúban legyen szíves, jöjjön be hozzánk egy percet. De nem maradt ott a pultnál semmi. Majd beugrik Olina. Jaj, nekem randevum van, rohanok. Azon kívül a mamám is beteg. Majd meggyógyul, a fiúd meg tud várni. Na, szaladj! Foglaljon helyet, Andrúka. Na, remélem tudja, miről van szó. Sejtelmem sincs. Igen, sejtelme sincs. Arról van szó, hogy Jana Uskovát elvittük a kórházba, és tudja jól, hogy mit jelent ez manapság. Egy-két évig nem láthatjuk itt. Ezek a kismamák ma minden tálcán kapnak, de a bolt? A zöldség nálunk jóformán a legfontosabb részleg, és nincs, aki ellássa ezt a részleget. Ezért arra gondoltunk, tudjuk, hogy nem egészen a maga területe, de nem is egy életre szól, hogy helyettesíthetné Jana Uskovát. Na, mit szól hozzá? Ha erre van szükség, akkor csinálom. Na, mit mondtam, Andrúkára lehet számítani. Köszönöm szépen. De tudnék ennél egy jobb megoldást is. Ennél nincs jobb, ezzel én meg vagyok elégedve. Adok egy ötletet, hogy kit jelöljön ki. Részlegvezetőnek maga akar nekem ötletet adni? Jirzsinkát. Vezetőnek Jirzsinkát? Uh-huh. Nem gondolhatja komolyan? Komolyan gondolom. Ugyan már erre, Jirzsinka nem képes egy egész részlegvezetésre. Miért ne? Adjon a keze alá egy-két kislányt, és mindjárt képes. Na tessék, kislányt azt adhatok, az van, de attól még nem lesz képes rá, az biztos. De miért ne sikerülne neki? A legdolgosabb lány. Dolgos lány, az igaz. Kötelességtudó. Szereti a tisztaságot. Tiszta, igen. És azon kívül rettenetesen fog igyekezni. Neki nem mindegy, hogy beválik-e vagy igen. Sem. Igen. Ezt mind aláírom. De mondtam, hogy ez fontos részleg. Nem tehetem oda. Nézze, egy olyan valaki, akit adok. Ezt ugye belátja. Iskolát végzett, önállóan árul 3 éve, és eddig nem számított a dadogás. De hogy nem számított a dadogás? Eddig is számított. Na, és te mit mondasz, Vili, meg szólj hozzá. Én mellette vagyok. Mi mellett? Holubová kolléganő javaslata mellett. Na ide hallgassanak, vagy mind a ketten megbolondultak, vagy előre megbeszélték. Nem, nem beszéltünk meg semmit, viszont szeretnék még egy javaslatot. Nem, köszönöm, nekem elég volt a javaslataiból. Próbálja meg legalább egy hétre, és ha nem megy, akkor majd elvállalom. Teljesen fölösleges, elvesztegetett hét. Úgy is tudom, hogy nem lesz jó. Ahogy gondolja, maga az öregebb. Azért, mert más a véleményem, nem vagyok olyan öreg, mint a nagyapám. Tudom, hogy nem olyan öreg, mint a saját nagyapja, de néha bizony úgy néz ki. Nyáj, Andrúka, tudja mit? Legyen úgy, ahogy maga akarja. Miért is ne? Egy hétre megpróbálhatjuk. Figyelem, Jirzsinka! Jirzsinka, gyere ide! Előadom neki ezt az egészet, ő maga fogja elutasítani. Előbb megbeszélném vele. Nem kell, még összepaktálnának. Hagyja csak rám, majd én elintézem. Mi történt? Valami baj van? Mi baj lenne? Nincs semmi baj. Habár azért másfél mégis történt valami. Figyelj ide! Mit gondolsz, képes lennél? De teljesen egyedül, egy egész zöldségrészleget vezetni? Mit mond? Persze mondom, világosan beszélek. Na hát akkor elmernéd vállalni? Az egész részleg a tiéd lenne, minden gond. Elmernéd vállalni? Egyedül? Merném. Micsoda? Hallotta, vezetőkartás. Elmeri vállalni, hallotta. Hát ez valami hihetetlen. Hogy ezek a mai gyerekek milyen öntudatosak? Ha vállalja, akkor ki kell próbálni. Na jó, ha nem bánom, de egyelőre csak egy hétre. Jezsinka, egy egész hétig tiéd lesz a részleg. Tudod, mit jelent ez? Értem. Ne legyen már miatt a ilyen boldogtalan. Nem vagyok boldogtalan, Andrúka, de ezt nem felejtem el magának. Rákényszerített, hogy az üzletemben egy ilyen dadogós tegyek meg főnöknek. Ezt meg aztán végképp nem értem. Miért? Miért? Mert mindenben megállapodtunk előre. Hogy maga megy a zöldséghez, és az ő felesége a csemege pulthoz a maga helyére. És akkor egyszer csak puf, neki Jirzsinka mellé áll. Elég furcsa. Ne törje össze nekem azt az almát! Nincs nekem arra időm, hogy simogassam. Ebben az esetben nem veszem át. Hogy? Micsoda? Megfoghatja és visszaviheti. Tudja mit? Hívja ide nekem a főnökét. Itt vagyok. Én vagyok itt a főnök. Ezt a köpényt már vesd le. Nem járhat itt ilyen piszkosan. Na ne beszélj már. Csak nem veszek föl minden nap tiszta köpenyt. Hármat. Mit hármat? Három köpeny naponta.
Oszkár! Jó, mehet. Oszkár! Azt a zelet ne hozd be nekem így! Előbb mondom, hogy megmosuk! Nem akarjátok mindjárt se ilyen papírba csomagolni? Azt nem, de te kitisztíthatnád a körmödet. Amikor kijössz oda hozzánk a zöldséges pulthoz, jaj, kérdezek valamit. Posztereket szeretnék vásárolni. Milyen posztereket? Van ott már elég, találsz egy egész rakással. Azok plakátok. Én szép képet szeretnék. Csendéletet vagy tájképet. Hallottad, mit mondod? Csendéletet, tájképet. Mindannyiunkat lepipál ez a lány. Kedves vevőink, figyelem! Olasz gesztenyét kaptunk, de gyönyörű. Csak ámulok és bámulok, igaz, hogy dadok, de valahogy egészen másképpen, mint eddig. Jól áll neki a dadogás. A banán sajnos csak délután jön meg. Ha tetszik hagyni egy telefonszámot, visszahívom. Jó napot kívánok. Jó napot. A feleségem üdvözletét küldi önnek. Köszönjük szépen, hogy olyan jó tanácsot adott a túróval kapcsolatban, és ezt küldi hálából. Tessék. A legfinomabb túrós gombóc, ahogy ő készíti el. Nem fogadhatom el, ne haragudj. Olyan nagy örömet szerezne a feleségemnek. Az edényért majd holnap visszajövök. Viszontlátásra. Viszontlátásra, és köszönöm. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Köszönöm a szendvicset. Nagyon jó volt. Örülök neki. És hol ebédelt? Hát, sehol. Ezt mindjárt gondolhattam volna. Valóban eszébe jutottam? Természetesen. Én is gondoltam magára. Az már baj. Rettenetes alak vagyok, ugye? Rettenetes. Ha nem szégyelném magam, megkínálnám. Nézze meg, milyen gyönyörű ez a túrós gombóc. Hűha. Én meg is enném, ha nem szégyelném magamot. Jöjjön be. Ide. Parancsol. Tessék! Adja csak ide! Én magam nem ebédel velem? Nem, én már ebédeltem otthon. Jó étvágyat! Köszönöm szépen! Valaki jött, a pulthoz kell mennem. Tessék parancsolni. Szereplő: Jezsina Svorcová, magyar hangja Földesi Margit. Dana Medzsicka, Pápai Erzsi. Jana Bouskova, Götz Anna. Petr Hanyicsinec, Fülöp Zsigmond. Vladimir Mensik, Makai Sándor. Zdeněk Zsehorzs, Kaló Flórián. Vladimir Hlavati, Tarsó Jelemér. Jaromír Hanzlik, Varga T. József. Lenka Termerová, Simon Mari. Maria Motlová, Győri Ilona. Hanna Maciuchová, Magda Gabi. Emma Skalová, Szende Bessi. Zene, Jan Fischer. Fényképezte, Jindzsik Novotny. A filmet rendezte, Jaroszláv Dudek. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Magyar szöveg Szeredi Anna. Hangmérnök Bognár Gyula. Rendezőasszisztens Farkas Gábor. Vágó Gáspár Tamara. Gyártásvezető Csáki Vera. Szinkronrendező Vas János.